Sárga, fehér, piros, emeletes, csuklós vagy éppen faros. Ez még egy versnek is jó lenne, de legendás Ikarusz buszokat rejt a Volánbusz 60-i telephelye. 2020 óta már több mint 60 busszal bővült a gyűjtemény, és van közöttük olyan ikonikus jármű is, aminek a helyreállításával több mint 15 ezer órát töltöttek el a szakemberek. A Volánbusz 2020-ban indított el az értékmentési programját. Ennek a célja, hogy a jövő nemzedéke ne csak fényképeken, hanem élőben is láthassa a múlt ikonikus autóbuszait. Ennek az egyik első állomása egy gyönyörű Ikarusz 55-ös típusú zöldszínű faros autóbusznak a teljes körű felújítása volt, majd 2020 folyamán belevágtunk az egyik legnagyobb felújítási projektünkbe, amikor is a 1968-as gyártású Ikarusz Mávaut 556-os emeletes autóbuszt restauráltuk, ez több mint másfél évet vett igénybe, 15 ezer munkaórát. Ez az Ikarusz, ez nekem különlegesnek tűnik, hiszen ma már nem nagyon jár emeletes volánbusz, ha jól tudom. Igen, jelenleg már a flottánkban nincsen emeletes jármű. Itt a mögöttem látható Mávaut Ikarusz 556-os igazából prototípus járművet 1968-ban szerelték össze, két 556-os Ikaruszból. Ez egy kísérlet volt arra nézve, hogy a tömegközlekedésben inkább a csuklósítás, vagy pedig az emeletes jármű konstrukció fele lépjen tovább a járműgyártás. Végül a csuklós verzió lett a befutó, ennek az egyik oka, hogy ez a busz 4 méter 22 cm magas, és a magyar közutak jelentős részén nem tudna közlekedni. Ennek ellenére egészen 1977-ig Pécset rúgta az utakat. Mai napig teljesen egyedülálló megoldásokkal találkozunk benne, a fönti emeleti részen például halszák a alakban vannak elrendezve, középen az ülések, ezzel biztosítva a járműnek a jobb stabilitását, és egy gyönyörű panoráma élményt tesz lehetővé ugyanakkor. Illetve 68-ban beleépítettek úgynevezett foglaltságjelzőket, mindegyik fönti ülés alatt érzékelők voltak találhatók, és ez a hátsó kalauszpult fölött egy kijelző segítségével lehetett látni, hogy melyek a még szabad ülések. 3 évvel ezelőtt egy autóbusz felújításával indult el az értékmentési program, mára pedig már több mint 60 járműből áll a gyűjtemény. Ennek a többsége Ikarusz autóbusz, de van közöttük tűzoltóautó, autómentő és tehergépjármű is. Amikor kiválasztunk egy-egy járművet, akkor az elsődleges szempont az, hogy egyrészt az Ikarusz típusokból minél több változatot meg tudjunk őrizni, és azokon belül is egy-egy érdekesebb járművet. Gondolok itt például az emeletes busznál annak az egyediségére, vagy éppen a 200-as családnál a 200-ezredik elkészült Ikarusz 200-ast megőriztük, és annak jelenleg is a felújításán dolgozunk. A gyűjtemény legrégebbi darabja egy 1953-as gyártású Ikarusz 30-as, ezt idén áprilisban mutatták be a közönségnek. Ez a jármű jelenleg a zalaegerszegi felújító központban van revízión. A legfrissebb szerzeményt viszont büszkén mutatta meg nekünk Dániel. A gyűjteményünkbe került egyik legutolsó példány, a mögöttem látható 415-ös Ikarusz, mely 2002-ben került forgalomba, és ezt követően Sümeg környékén teljesített helyközi szolgálatot. Ennek a különlegessége, hogy az utolsó legyártott 415-ös volt az Ikarusz típus családon belül, és ez is mutatja azt, hogy nekünk nem csak a több évtizedes járművek, hanem az újabb 300-400-as családba tartozók megőrzése is ugyanúgy fontos szempont. Az itt kiállított buszoknál nem ritka, hogy másfél-két milliót mutasson a kilométer óra, például ez az Ikarusz 256-os is már több mint 2 millió kilométert tett meg a pályafutása során. Amikor egy felújításba belefogunk, akkor nekünk fel kell mérni azt, hogy az eredeti műszerezettséget, a jármű eredeti díszítő elemeit, külső-belső ékeit, azokat hogyan tudjuk esetleg mindenféle úton, módon begyűjteni, vagy teljesen
lehessen újra gyártani. Ugye mondanom se kell, hogy az egyedi gyártások azok nagyon-nagyon sok időt vehetnek igényben, komoly költségvonzata van, hát nekünk ezeket mind-mind fel kell mérnünk egy-egy felújítás előtt, hogy pontosan mi bevágjuk a fejszénket. A Volánbusz 60-i telephelyét a Retro Nap alkalmával minden évben egyszer megnyitják a látogatók előtt, de a cég hosszú távú tervei között szerepel egy múzeum kialakítása, hogy az érdeklődők az év minden napján megcsodálhassák a legendás autóbuszokat.